A kormány január 1-én életbe lépett intézkedései közül több kezdeményezés is a fiatalokat támogatja. Idén továbbra is igénybe vehető például az első házasok adókedvezménye, amely az első gyermek születésétől függetlenül 2 évig érvényes. A kedvezmények a fiatalok továbbtanulását, munkavállalásukat, illetve a családalapítást is támogatják. Ezekről budapesti sajtótájékoztatóján beszélt Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára. Júliustól a KRESZ vizsgának és a KRESZ tanfolyamnak a díját is megtérítjük a számukra. Most már elmondhatjuk azt, hogy Európában, Magyarországon a legalacsonyabb az internetezésnek az áfája, ami szintén a fiatalok számára egy kiemelten fontos terület. Magyarországon az Európai Uniós viszonylathoz képest is alacsonyabb a fiataloknak a munkanélkülisége, tehát ma fiatalként könnyebb Magyarországon munkát találni, mint Európa országaiban általánosan. A fiatalok foglalkoztatása mellett támogatjuk a fiatalok családalapítását, a fiatalok otthonteremtését is, és hogyha már gyermeket nevelnek, vagy a gyermekvállalás mellett döntöttek, akkor még a diplomás gyed duplájára való meghosszabbításával egy újabb támogatásra számíthatnak 2018-ban. Ezeken túl a diákhitellel kapcsolatban is számos változás lép érvénybe. A képzési díj kiegyenlítését szolgáló diákhitel 2 már október óta kamatmentes. Február 1-től pedig a diákhitel 1 esetében felvehető havi 50 ezer forintos anyagi segítség havi 70 ezer forintra nő. Akik pedig az Erasmus program miatt vennék igénybe a diákhitel 1-et, ők akár havonta 140 ezer forint hitelösszegre is jogosultak. Az igénylés korhatárát 45 évre emelik, a diákhitel 1 törlesztését pedig bevonják az adó- és járulékmentes kafetéria jutatások körébe.